adott túl sokat. Mikor Szlávi 1997-ben eltűnt, fel sem merült benne, hogy a vállalkozót megölték. Boxolónak készült végül testtörlet belőle. Kalandnak indult, majd kihívás és életforma vált belőle. Egy testőr, aki fiatal kora ellenére sok mindent átélt, sokat látott és hallott, mindig a tűz közelében volt, de azt mondja, soha nem égette meg magát. Neki szerencséje volt. A Panoráma diszkóban láttam a Bulcsút, hogy testőrökkel körbevéve ment, és ez nekem olyan szimpatikus volt, és olyan hatással volt rám, hogy én úgy gondoltam, hogy én ennek az embernek leszek a testőr. A Balaton királyaként emlegetett vállalkozó Szlávi Bulcsú volt. Károly később az ő egyik bárjában dolgozott portásként, majd egyre feljebb és feljebb került azon a bizonyos ranglétrán. Egy szórakozó ilyen szóváltásba keveredett, valaki oda nyúlt egy nem effektív pisztolyhoz, egy kés, tehát elég egy üveghez, és én leszereltem. Uh-huh. Ez volt az, ami miatt ugye téged személytestőrnek választott? Így van. A férfi a nap 24 órájában Szlávi árnyékában élt. Mindenhová követte, és soha nem tévesztette szem elől. Egy olyan embert védett, aki állítása szerint minden percben életveszélyben volt. Az egész napunk egy elég stresszes dologról volt szó, tehát egész nap vele voltunk, és mindenre figyelnünk kellett. De tiszta távolságon belül, tehát ő nagyon figyelt, hogy az üzleti dolgokban nekünk semmilyen szinten ne legyen belefolyásunk. Szlávi élete többször hajszálon múlt, de az akkori testőreinek köszönhetően minden egyes alkalommal élve sikerült kimenteniük a főnöküket. Fiaiként kezelte azokat az emberek, akik közvetlenül mellette voltak. Tehát nem főnökbeosztott viszony volt, hanem inkább ilyen apa-fia viszony. 1994-ben hatrendbeli zsarolás kísérlete, bűnszövetkezet szervezése és súlyos testi sértés gyanúja miatt a rendőrség körözést adott ki az akkor éppen Spanyolországban tartózkodó Szlávi ellen. Miután a Bulcsút megkurcolták Spanyolországban, utána elindult egy ilyen lejtőn, és én pont akkor váltam el tőle, mikor a lejtő legvégére majdnem leértem. Habzsolta az élvezeteket, a nőket, az italt, stb. Sok emberrel összeveszett konfliktusa volt. Többször volt, hogy nekem fizetésemmel tartozott, stb. Ugyanakkor ő meg kaszinóba, meg nőkbe ennek a pénznek a sokszorosát költötte, és nem tartottam ezt korrektnek, hogy az ember, aki az életét áldozná érte, az annak nem adja oda a fizetését. Károly 2,5 évig állt Szlávi mellett, majd egy izraeli vállalkozó személyi testőre lett. Szlávi Bulcsúnak 1997-ben nyoma veszett. Voltak olyan érdekcsoportok, akiknek érdekében állt, hogy eltűnjön így vagy úgy. Hát, hogy az, hogy oldották meg, az lényegtelen. Mellette mindig testőr volt, és nem is volt egy olyan ember, aki csak úgy megadta magát a úgymond sorsnak, tehát ez számomra is meglepő volt. 7 évvel az eltűnés után előzetesbe helyeztek egy férfit, aki annak idején szintén Szlávi testőreként dolgozott. Károly szerint ugyanis Szlávi Bulcsú sehová sem mozdult biztonsági emberei nélkül. A most letartóztatott férfi egykor Károllyal együtt dolgozott és segítette őt, amikor bajban volt. Én büntetve voltam súlyos testi sértés miatt, és amikor benn voltam, Boros Tamás, illetve a most letartóztatásban lévő Én Gábor is a családomról gondoskodott úgy, hogy csomagot küldött nekem, őket pedig pénzzel látta el, stb. És amikor kijöttem, akkor én elkötelezettje voltam a Tamásnak is. Boros Tamást 1998-ban a saját autójában robbantották fel az Aranykéz utcában. Vele volt akkori testőre, aki szintén a merénylet áldozatává vált. Meg volt beszélve, hogy délután 2 órakor találkozunk a parkolóházban, ahol történt a robbantás, és én előtte egy születésnapon vettem részt, és egy kicsit elhúzódott, és késtem, és már a barátaim hívtak telefonon, mert úgy szóltak a hírek, hogy Boros Tamás és személyi testőre, aki az utóbbi időben mindig mellette volt, és sokan asszociáltak erre, hogy én voltam mellette. Akkor természetesen Károly sem úszhatta meg rendőrségi kihallgatás nélkül, de tisztázta magát. Szerinte a rendőrség most jó nyomon nyer, és pontosan tudja már, hogy kik, mikor és hogyan ölték meg Szlávit, most már csak a bizonyítékokat gyűjtik. Egy debreceni asszony...